Sziasztok! Kovács Ivett vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának anglisztika szakos hallgatója. És most arról mesélek kicsit, miért is érdemes hozzánk anglisztika szakra jelentkezni. Az anglisztika egy olyan szak, ahol nem csak angol nyelvet lehet tanulni, hanem angolul is lehet tanulni. Az alapozó nyelvi képzések után gyakorlatilag bármiről lehet tanulni, ami az angol nyelvi kultúrákhoz kapcsolódik. Legyen ez irodalom, nyelvészet, kultúra, történelem, és még sok minden más. A képzés alapvetően 6,5 éves, vagy 3 éves, ami alatt nagyon sok területen képezhetitek tovább magatokat. Másod és harmad évben választhattok két sáv közül. Ha az irodalmat szeretitek jobban, akkor arra is fókuszálhattok, azonban ha érdekel, hogy hogyan működnek a nyelvek, akkor választhatjátok a nyelvészetet is. Valamint 3 specializáció közül 2 is választhattok. Ezek között van például az amerikai tanulmányok, ahol az amerikai kultúráról tudhattok meg többet, az ír tanulmányok és más angol nyelvű kultúrák, ahol az írországi kultúra mellett tanulhattok Kanadáról vagy Ausztráliáról, illetve a műfordítás, ahol fordítás elmélet mellett gyakorolhattok is fordítás angol és magyar nyelvből. Az órák vagy előadás, vagy szeminárium formájában valósulnak meg. Az előadások alatt átérezhetitek az igazi egyetemi életérzést, és a szemináriumok alatt lehetőségetek van akár egyenként is szóhoz jutni, illetve jobban megismerni egymást. Ez a barátságos hangulat jelen van az intézetünkben is, ahol nagyon sok lehetőség van még több időt tölteni egymással. Ilyenek például a szakestek, filmklubok, különböző kutatócsoportok. És természetesen ez nem jöhetne létre a fantasztikus tanáraink nélkül, akik végig ott vannak és végig segítenek minket az utunkon. Az eddig hallottak, elnyerték a tetszéseteket. Sok szeretettel várunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának anglisztika szakán.